Hello, 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 sziasztok, szevasztok, gyerekek, mi a helyzet van? Keeper veleti tovább, mint az őrültek. Gyorsan ígyunk meg egy csomó italt, meg együnk meg egy csomó ételt, meg mindent csináljunk, mert még nagyon gyorsan, a mai nap folyamán még Keeper úgy gondolta, hogy kellene valamit csinálnia, mert miért ne? Mert igazából miért ne? Mert már miért ne? Gyorsan a pia szintünket fonyomtuk, egy kicsit kaja szintügyileg nem tudom, hogy állunk, hát nem sok mindent tudnék enni most. Viszont van egy jó hírem, oda nézzetek, 9950 darab üzemanyag, és mehetek is, akkor valamit csinál, 18 óra van, amennyi van. Hát figyeljetek, ez egy nagyon epikusan gyors, őrületes, rohanásos valami csoda lesz. Mert a Keeper úgy gondolja, hogy venessük neki! 18 óra 10, úgy gondolom, hogy a városba be tudok érni, 19 órára meg kellene csinálni tier 4-es küldetést. Igaz, hogy már nagyon sokat küldetésezünk, de veretjük neki. Gyorsan, 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 gyerekek! Meg kiásnánk akkor azt az utolsó vagy lootot. Ezekben gondolkodik a Keeper, 2 kilométer van vissza, hogyha éjszaka érünk oda, az se számít, csak csapjuk neki. Igazából ugye normál, de nem lenne jó, az lenne jó, hogyha 22 órára vissza is érnék. Ez mi volt, valaki csörgett az üvegeket, gyerekek. Viszi vissza Gizi néni az üvegeket a boltba. Visszaváltani. Jó, hát lehet, hogy nem fogunk mindent megoldani egy nap. Jó, megpróbálkozunk. Ha nem kell, akkor éjszaka is fogok menni. Bár az a lényeg, hogy 22 óra előtt azért jó lett volna visszaérni a traderhez, hogy ez a modern, ez figyelj, ez mindig meg észrevesz. Ez előtti részben is itt kóvájgott, és mindig rám jött. Na, próbáljunk meg, nem tudom, 19 órára odaérünk, egy óra alatt atom durván, de tényleg úgy, hogy berúgom az ajtót, megcsinálom a küldetést, ugye clear arra át kellene. Igen, pucolni mindent. Nem tudom, egy óra alatt, és mit tudom én, 21 órakor még visszaindulni. Legkésőbb 21 óra 00-kor vissza kellene indulni. Azt kellene megcsinálni, és tényleg ilyen atom epic turván nyomni az akciót, úgyhogy tényleg ilyen torony iránt megpróbálok oda menni, bevágódok motorral a bejáratot. Hát nem hiszed el, hogy a fába el akar, eddig nem akadt el a fába. Mi történik itt? Okos, beleugratunk a vízbe! Menj. Egyébként a víz alatt nem szeretnek menni a motorok, az vágjátok. Ennyi már, bazzak, légy szíves! Menj ki! Nem hiszem el, vihar lesz, hallod? Vihar lesz. Megint esik a sivatagba az eső. Ez a legnagyobb őrület nekem. Na! 19 órára próbáljuk meg odaérni, és 21 órakor megpróbálunk visszaindulni, oké? Okay? Ez lenne a koncepció. Ne egy kerekezzünk első kereszt, stopi vagy minek szokják nevezni, amikor első kerékre megy. Nagyon gyorsan, 600 méter. 19 óra előtt odaérünk, akkor már úgy érzem, hogy, hogy túl teljesítettük a dolgot, de tényleg nagyon gyorsan. Ez egy tier 4-es küldetés, azért annyira nem kellene kinyiratnunk magunkat, de próbáljunk meg nagyon epik gyorsan végezni. Nem is tudom, hogy melyik küldetés lehet ez, vagy melyik épületet kell kipucolnom. Szinte úgy közvetítem, mint valami tévé, vagy valami foci meccset, mi? Menjél már, bazzed, ne pattogja, alatt úttalan utak van mindenhol. Nem érek oda, úgy látom. Légy szíves, normálisan közlekedjünk. Nem értem oda előbb, mint 19.00, úgy látom, ha csak nem egy-két perccel. Imádom, hogy a patka megdobja a motort. De miért dobja meg a motort a patka? Mondjuk a valóságban is valószínűleg megdobná. Nincs is semmi gond, gyerekek, mert még nyugalom van. Mármint nincs éjszaka. Hova, mikor, miért? Fia, egyből megyünk be, szarakodunk. Jó van, fia. Rambó van, érted? Rambó van. Gyertek, na! Semmire nem érünk rá, érted? Rambó van.
Küldetésre megyünk, nem szarazunk. Szóval egy órakor el kell hagyni a helyet. És annyi ne ássa, amúgy is para van. És annyi ne ássa. Ott egy rohadt könyves volt, nem tudok beugrani oda. Na. Gyerekek, Rambó! Bár azért, az egy tier 4-es quest. És lehet, hogy nem kell kinyíratnunk magunk instant. Tudom, nagy alok, hogy ez merre akar minket vinni. Nem mondott kutya. Fiú. No problema. Jó van. Menjünk. 19.32, 21.00-kor el kell hagynunk az épületet. Mi a franc volt az a hang? Na. Nem tökölünk. Első küldetés. Wow! Wow!
Tárasz gyorsabban, more. Lózzal lassan tárasz, mert be van törve kezem. Megőrülsz. Egy generátor. Erre lehet, hogy volt egy generátoros quest is. Még jó, hogy... Még clearelni kell? Mennyit kell még clearelni? Hoppa, hoppa! Megvan a fölútunk. Mennyi idő lehet? Gyorsan, gyorsan. Ó, oh, de jó, ó, de jó. 20 óra 02. 21 órakor... 21 órakor el kell hagyni az épületet. Még mindig vannak. El van törve kezem, kicsit kellemetlenül érzi magát a csávó. Ah, mindent szerünk, természetesen. 20 óra 07, jó, jó, és bazen milyen lassan itt. Hallod, hogy el van törve kezem a csávónak. Jó, jönnek, nem baj, hogy jönnek, jöjjenek is. Valahol itt van, mász kell lenni. Ott van a... Jó. Ez viszont ki kellene várnám. Jó, mostan 20 fel. Jó, 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 jó. Csináld, csináld. Ezt nem hagyom itt. Szerintem egy sikító zombi, egy csaj. De lassan üt. Ez nagyon-nagyon-nagyon lassú, bazza. Azért ennél jobban nem szivathattam volna meg magam. Ki kell pucolnom a területet. 21.00, akkor el kell hagynom az épületet. Jó, mostan. Már ennél jobban nem eltörik a kedem, hallod. Ekkora szívás. Na. Semmi jó. Vagy olyan semmi nagyon extra, úgy értem. Megjött a csaj. Menj a keregébe, azzá. Na, hol van még ellenfél? Van ott egy létre föl, meg kéne nézni. Valamit kihagyhattam? Hallod? Nem kell felmenni. Valahol kihagyhattam valami? Zombit? Gyorsan, gyorsan. Hol vagytok? Ki maradt ki? Basz. Ez az éjszakai móka, ez nem a legbaráti. Fejlővés volt. Lefele mindent kipucolunk még. 38 van, bassza. Ha, mutatja, hogy merre. Lejjebb. My sense
senses have picked up something. Még lejjebb ott van valaki, és megvolnánk. Megvan, gyerekek! Na. 20 óra, 50 van, és elhagyjuk az épületet, hogy megegyeztünk. Megnézem ezt gyorsan. Jó, nem baj. Még pont volt annyira, meg még ezt. Ó, te micsoda loot, te Isten. Hol a motorom? Áh, imádom! Gyerünk. Végig a fő utcán, more. 22.00 előtt, tehát olyan 21.30-kor oda kellene érnem a traderhez. Megnézzük, kíváncsi vagyok, hogy ilyenkor ad-e új küldetést, vagy az összes elveszett, vagy ez hogy működik ilyenkor. Jó, sajnos el van törve a lábam, hát bocsász. Jó, megyünk erre. Jó van, gyerekek, tök jó volt. Ezt nagyon epikusan csináltuk, vagyis nem is epikusan, hanem hogy mondjam ezt ilyen... Nagyon rombó módon! Imádtam, én nagyon szerettem ezt. Jó, megyünk. 21.30-ra azért oda kéne érni. Ez az eső, öcsém. Adott korom sötétben már ilyenkor, nem? 21 óra van. Dörög villámig. Meg akkor igazából az izét is össze lehetne kapni. Még ma. Ha tudjátok, hogy mit szerintem. 21 óra, 05, de jó vagyunk. De jó vagyunk, gyerekek, komolyan mondom, jó vagyunk. Az a lényeg, nagy lendülettel belemész a vízbe, akkor elég sok jó átsodrodsz, mert amúgy van, eléggé lelassul. Nagyon izé végzett motorosai, hogy ilyen nem is Ghost Rider-ek lettünk, gyerekek. De fejlődik a képet, szerintem 37. nap, jó, azért van benne pár óra ebbe a mentésbe, de azért nem olyan kutya szóval. Na, nézzük ezt a küldetést, rohadtul kíváncsi vagyok, hogy ilyenkor miért nem ad még egy küldetést. Na meg vagyok, haver. Ma megint egy ilyen crossbow, hogy rohadjál meg, hallod? Hatos armor! Igaz, hogy ki... De jön, majd a kár. 6-os armor. Várjál, már ki kéne szóltam valamit, vagy... Nem vagy... De érted, nem jó. Aj. De nem azért nem jó, mert enyémben van modifikáció, majd ezt megnézzük. Na! De figyeld, megcsináltam az összes üzét. Megcsináltam az összes négyeset, visszavágott egy izével. Visszavágott a tírrel. Látod, tesó? Milyen érdekes. Visszavágott egy tírrel. Akkor ezek szerint mégiscsak meg kell csinálni a speciál jobját. Meg... Engedte a négyes küldetéseket, aztán ennyi volt. Ah, more! Ez nagyon megszivatás volt. Mikor treasure mapot azért... Itt van ám, nincs messze. Várjál! Ezt nézzük, hogy merre érdemes. Be kell fordulni jobbra majd, és akkor ott el valamerre. És az a baj, hogy ott ilyen nagy hegység van, de mindegy, kibírom. Ott van egy ilyen város, egy ilyen cowboy-szerű valakármi, mi az Western város. Jó, majd jobbra elmegyünk, azt valamit okozunk. Hát az már csak éjszaka lesz, de figyeljetek, én egyáltalán nem szarok már éjszaka. Szerintem epic kemények vagyunk. Jó, el van törve a kezem, azt nem örülünk. 21.32, de legalább kisütött a nap, jaj, de jó. Na, itt eljön. Így gondoltam, és akkor itt már be is vágódok itt a hegyek közé, ahol nincs olyan magasságú hegy. Ugye felvágtatunk a figyelj. Jó, 22 óra 00 lehet odaérünk, az még jó is lenne nekem.
Amit még egy. Na, a gyerekek, adjál neki. Te tudok oda ugratni? Franco ez a motor, szereti a Keeper. Na, itt aztán lehet, hogy vissza a motoromat, ám. Na, rúgjad fel magad! Menj, menj, menj! Tiszta Swintires, more! Menj, 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 ne legyél ilyen béna! Jó. Hoppá, ezt a várost el kéne hagyni 10 percen belül. Mert baj lesz. Azt hittem akasztófa az. Jó, jó, gyorsan, 52. Ezek elkezdenek futkozni, azért nem biztos, hogy jó nekem. 53, jaj, de jó időzítettük. Master, we are not alone. Jó. Megoldódott a probléma. Oké, gyerekek, akkor áskálunk, törött kézzel persze. Nincs ide, nem tudom, hogy csinálni ilyen kötszert, nem nagyon mi. Úristen, mi bazzer, mennyi cuccom mondta. Ezt nem tudom használni, ugye? Bazzer, ezt lehet, én azt hittem, hogy ezt csak izére tudom használni, te sok. Kézre, vagy lábra, hát ilyen izé, lábgipsz volt. De hülye vagyok, biztos írtálhatom, hogy hülye vagy Keeper. Jó, oké. Okay. Na, akkor most már gyorsan mások. Arra figyeljünk, hogy ha zombi jön, akkor az rohanni fog. Lehet, hogy Keeper az kemény, mint a Lydia. Na, mindjárt jobban is érezzük magunkat. Jó, de jó! Na! Ezt az utolsót meg kell csinálni. Ez az utolsó treasure mapom, aztán akkor ezzel is túl vagyunk, megcsináltunk egy küldetést is. Holnap majd megnézzük, hogy van-e ott. Figyeljetek, speciál csapot csinálunk, hogyha úgy van. Viszont lehet, hogy nekiállok építkezni, mert azt szeretitek azért sokan, és tényleg most már nagyon, nagyon nem arra orientálódok, és biztos rühellitek, hogy mindig csak a idő van hentelés. Viszont ez amit ma csináltunk, ez tök jó volt. Összeszedtünk rengeteg pénzt ám, az utolsó két részben rengeteget. Nem is tudom, mennyi pénzt kaptunk ezt így hirtelen. Na, merre kell menni? Kikerültem belőle? Ó, te fiú. Éhesek vagyunk, szomjasak vagyunk, jaj. Na. Érdekesnek találom, hogy néha kőbe is van. Mintha nincs kőbe ez. Na, hol van már a rott? Utolsó! Komoly? És ilyen, ennyire béna nem lehetnek. Kőben meg nem is lehet. Különösen van. Hol van? Ó, de nem jó felállás a köpám. De, jó felállás. Valamikor szüküljen már ez a kör, vagy valamiért, meddig ássak. Ja, ez a gipsz akkor meggyógyít bármilyen törött izét. Végtagon, de jó. És gondolom az sokkal jobb, mint te izé, mint az a fával a bekötetem a két botta dolog. Jó, van Clayt a szerek gyerekeknek homokot, úgyhogy ez én kellemes a hasznossal. Ez a bónusz. Na végre. Oh yeah. Jaj. Nick. Ezt más is meghallotta.
Megjön. Az a baj, hogy meghallják a lövéseket. Mi hányan? Azért régen, bazán, hogy fostam volna egy ilyen helyet? Na. Jó, csapjuk neki, gyerekek. Ó, várjál, meg másik kezem egerezek, mert viszket a kezem. Okay. Ja, ezzel együtt szerintem össze fog jönni legalább 80 ezer pénzecske. Még valaki görög. Jók azok az armorok, nagyon véderek. Úgyhogy tényleg arra kell rámennem, hogy minden... Hol? Csúszomászok. Ez most ért ide. De egyébként miért nem ad valami extra dolgot is? Mert mennyi pénz jött ki? Hát, nem, ebben pénz nem igen volt. Volt egy fegyver, ami lószabb cseér számomra. Hát jó. Ez van gyerekek, ezt kell szeretni. De hát mindegy. Annyira azért nem. Puskapor is nagyon örömteli a Keeper számára, hogy ez mindig van. Úgyhogy nézzük, mit piaszat kapja ki, üres üveget kidobom fel, aztán mehetünk is ám haza. Aztán tényleg építkezés lesz, mert most már kilutoltuk a világ izét. Ugyan összes dolgát. Megyünk építkezni. Egy csináljuk a garást. Megyünk oda. Igazából oda találok. Nem lehet nincs itt valami út egyébként, várjál. Van út. Valahol itt van az út. Na, vágjunk át itt mindenen. Úgy látom van út, de itt mondjuk rám fog pattani lehet egy pár zombi. Meg kiúzatjuk a verdát üveghangig. Aha, ott van egy ilyen kis út. Ja, akkor nem kell itt keveregnem. Mert úton is. És ha van egy ilyen szikla, annak a bal oldalára kellene mennem, mert én a bal oldalán lakom, ugye? Ja, úgyhogy arra. Vagyis egy ilyen hasadék, tudjátok, ahol a bánya is van. Ott van a hasadéknak kéne a bal... Hopp, erről beszéltem modell. A bal oldalán kéne menni. Én nem beleugratni. Nem kell 200 méteres mélységbe így belecsettenni. Ó, és itt is vagyok. Jó van. Ez jó kifundátok. Jó van. Tök jó. Simán éjszaka lehet veretni neki. Nem nagy komoszt. Ez mi volt ez? Army! Katonai bázis, jaj, bazze, itt is voltunk, de ezt elég későn utoltuk, úgyhogy ez biztos nincsen még feltelve. Viszont ugye erre is biztos ad majd küldetést. Tök jó. Haza megyünk, aztán küldetés, vagy ezért nem küldetés azunk gyerekek egyelőre. Jó, le vagy maradva, gyerek, inkább gyere, meg dumálgassál nekem. Ih, bazze, bocs, nem akartam, elnézést. Hölgyem! Legközelebb vegyem fel láthatóságit. Hú, itt is volt egy hölgy. Oda néz a futám! Futám! Kéne egy szivatni őket, hogy mint a stoppost, hogy lelassítani. Nagy ere! Ja, nekiállunk egy kicsit idejelni. Bóckodni. Hey, vigyázz!
Mondtam bazza, hogy vigyázzál! Hát hülye vagy. Mindig elütöm őket oda-vissza, hallod. Hülye zombik. Na figyelj ne, ti csávó. Nem már nem beszél észre, hallod? Hoppa hoppa, gyere na! Hülyecsém! Ennyi volt! Nem vagy egy kitartó fajta. Jó, gyere, na, na, gyere. Miha? Hoppá, mellé ütöttél, tesó. Gyere, 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 na. Komolyan? Nem mondod? Ezek nagyon... Á, hamar feladják. Azt hittem a zombik is futnak odánunk egy jó darabig, de nem. Jaj, bocsánat, hogy ütök vele, halloween motorozok éjszak, meg zombikat ide cseszegetek. Hát, várj, két, egy kerékre kikapja? Oda nél. Oda nél, ne, ki lehet kapni egy kerékre? Azt! Nem így akartam. De ki lehet kapni egy kerékre? Nyomkodod a C-t, kiveszi egy kerékre, hallod? Komolyan. Figyelj! Ne! Ne! Kikapod egy kerékre, Bernard, basszák! Úgy gyerekek, itt lesz meló. Na, ezeket egyébként... Igazán, motornak odavertem. Ja, ezeket el kell bontanom, csak nem tudom, hogy bontom el. Dinamittal lenne egyszerű, csak akkor meg itt mindent szétcsapok. Nem vagyok boldog attól. Jó van, tök jó. Jó voltunk megint. Megint egy csomó pénz van itt, eladható cuccok. Eladható... Bazze, a lőszer az mennyi van? Azt nem is tudom elmondani, hallod? Meg ez a lőszer alapanyag. Ez borzalom. Na, és a páncél, ugye van egy hatos ilyenünk, ami nem a legjobb adék. Eladható cuccok. Ugye ez is, ez is, ez is, ez is. Hát kell egy fuart csinálnom majd, bazze, mert rengeteg eladható cuccom van. Adani. Ez mind eladható. Tök jó. Meg ez is. Ebből, ez, csak ez, 315. Egyébként lehet, hogy tényleg egy szivart kell átszívnem, mielőtt izé. Neki állok. Üzletelni van gyógyszerem, és ilyen is, ilyen is, ilyen is, ilyen is. Haver! Nálad nincs semmi. Kő van nálad, bazza. Mit keres nálad kő? Mit csináltál, hallod? Szabad érdeklődnöm? Homok az nincs? Ja, ott azért mondom, homokot is kellett, hogy gyűjtsek, ezt hol a francba van. Fegyvermód. Mód nincs több, alkatrész biztos, hogy van. Úgy, úgy, úgy. Rezet, megint szereztünk egy csomót. Nem az, ez megakadt. Én akkor mindig félek, hogy kifagy vagy valami ilyesmi. Stone az nem kell, vas az megint lett egy nagyon kevés. Az egyéb krakba, üzemanyag, tök jó üzemanyagot, azt mondjuk kell majd nekiállnom komolyabban. Fegyver. Fegyver az meg már megint kezd tele lenni, sőt, az lesz egy külön lőszer meg fegyver, mert úgy látom, hogy nem fogom tudni kontrollálni ezt. Ebből meg már van 1000, úgyhogy ennek is tudunk körülni. Van egy kis egyéb craftunk, meg egy, vagy elektromosom. Úgy, elektromos. Meg van egy kis egyéb craftunk, aztán meg is vagyunk. Ez ide. Ez is maradhat nálunk. Tök jó. Jó van, örül neki a keeper az egésznek. Mindennek is. Jó voltunk, srácok. Tök frappkó minden. Meg kell nézni, hogy nincsen nagyon leamortizálódva a páncélzatom. És ezeket végig kéne javítgatnom lassan leginkább ezt is. Ja, jó van, oké. Egyelőre ennyi legyen. Fejeződjön be szerintem ez a rész. A következő részben meg kellene csinálnom, illetve meg kellene csinálni, ki kéne állni a garázs. Rengeteget kell lásni, attól egy picit félek. Megmondom a frankot, attól egy picit félek. Várjátok, annyit meg akartam nézni, hogy... Nem jó. Ja, itt ezt akartam meg, hogy ez mit, milyen debuffot ad. Max életem csökkenti hatta. Ez nem olyan beszélés. Hát, gré meg, ugye? Staminát csökkent. Jó van, gyerekek, tök frankó. Igen, élem, nagyon bírom, nagyon tetszik. Nem tudom, mondjak már erre.
tényleg tetszik. Meg kell csinálni a garást, én úgy gondolom. Itt lesz ugyanúgy a lejárata, ugyanazzal a szisztémával, mint ott. Figyelj, megcsináljuk. Elég sokat kell ásni sajnos. Nem lesz kis piskóta megcsinálni. De hát muszáj. Muszáj, ugye van. Muszáj egy kicsit craftolni is. A viszont a garázs biztonsági tényező szempontjában nem a legjobb. Attól egy kicsit parázok. Mert... hogyha pont egy ilyen mély garázs lesz alattam, akkor ugye amikor támadnak a zombik, nehogy azt kezdjék el ütni. De azt majd arra kitaláltam valamit egyébként, gondolkozom valami, hogy azt megoldjam. Mert akkor úgy lenne, hogy itt lenne alul a bejárata, és akkor így lenne, így menne, így lemenne. És akkor ugye lenne egy hosszú folyosó. Lenne egy hosszú folyosó, egész végig, autóval, motorra végig lehetne menni. És itt meg lenne akkor egy, itt lenne alatt a garázs. Biztonsági szempontból nem a legjobb. De olyan... nem tudom, gondolkozok végén, jó? De szerintem ez lenne a legészszerűbb. Na jó van, gyerekek, köszönöm szépen figyelmet. Következő részben várlak benneteket, nekiállunk a garázsnak. Lehet, hogy gameplay-en kívül elbontom ezt, jó? Hogy ne nézzétek végig, hogy itt ezzel szenvedünk, ezt gameplay-en kívül elbontja a képet. Ez nem lesz egyszerű, sajnos. De lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy legalsókat ütöm ki. Az alját kellene kiütnem, és akkor lehet, hogy az lenne, hogy leszakad az egész, és akkor kicsit így romba dől, vagy nem tudom, hogy mondjam. Jó, hát azért annyira nem biztos, mondjuk 5000-es blokkot. Mondjuk a dinamit az oda cseszett neki. Hát, hogy egy-két dinamit tud még azért használnám. És tudjátok, mi lenne még jó? Kiásom az alját. Szerintem kiásnám az alját. Hallod? Akkor mi van? Leszakad az egész. Tökre megy, nem? Na figyelj, de. Azt még beleférnem be rajta, nem? Aha, már miért ne? Kitörek majd tüvérnél kell. Hülyeséget csinálni. Ezt max lebetonozom, vagy valami. Tényleg az kellene. Kiásom alatta, és akkor összeomlik. Hoppa. Kitör kitalálta. Kellene egy olyan hely, ahol be tudok állni. Csak, ja, ne nagyon boruljon a fejemre. Mert innen szerintem el is érek addig a végéig. És elég egy sort kiástam. Hagyjam. Ó, ez jó ötlet, ugye? Ha ott fejemre borulva, de megdöglök a francba. Az meg jó ötlet lesz, nem? Na, gyerekek, várjál, majd végigásom. Aztán akkor földmunkáltak. Hoppa, kitalált a keeper, hogy lehet megoldani, rá. Remélem, büszkék vagytok rá. Na, nem tudom, hogy mi fog történni egyébként. Tényleg nehogy az legyen, hogy a fejemre szokad, mert akkor aztán nem fogok boldog lenni. Biztos az lesz mi? Puti fejére szokad, hogy miének? Meghalok? Meghalok akkor? Meg mi? Atalába. Egy beton bunker a fejére szakad a csávónak, akkor lehet, hogy meghal. Van egy ilyen sanda gyanú. A hülye gyerek, figyelj. Ezt látjátok? Hallod, már alig tartja valami. Jaj, öcsém. A drón is bejött ide alá. Úristen, hallod, én már most esküszöm, parádok. Kellene, hogy... valami menekülő urvonalam legyen már, vagy valami csoda. Te hülye gyerek, baza, ezt tényleg ki akarod ásni? Akár rám fog szakadni. Ne! Tartja vagy két blokk, hülye vagy? Ide, gyere, így vagyok. Mit azt tüti, hallod? Ugye?
úgyis izé lesz itt, le lesz aszfaltozva, szóval no probléma. De kíváncsi vagyok tényleg most már, hogy mi lesz, hogyha ez összeomlik. Hogyha kiütöm alul a teljesen, akkor mennyire fog ez összeomlani, meg mennyire fog összeborulni. Hoppá, de elvileg már csak talán... Ez tartja? Nem mondod, figyelj, az az egy tartja az egészet. Nem, kettő. Na! Úúúú, de jó ötlet volt, tesó! Figyelj, és föltöltődik vele ilyen szar. Mekkora ötlet volt! Ugye? Na, ki a király? Ki a király? De jó volt, jó ötlet volt. Juhú, de rondaság vett itt minden. Viszont tényleg jó ötlet volt. Közben még közlekednek köcsögök, azt nem olyan preferálom. Hoppá, mondjuk nincs nálam lőszer, úgyhogy... Incoming enemies, prepare for conflict. Nincs nálam lőszer. És komolyan azt kell ütnie? Jó, ezt megoldott a képer, elég jó. Tök jó megoldottuk. Imádom. Jó, most látszok, akkor... hogy néz ki itt, felrobbantottam mindent, ugye. Ja, ide ki fogjuk ásni, a bejáratot megcsináljuk, jó? Következő részben is, akkor tök jó. Jaj, örülök neki, hogy ez is megoldódott. Bár egy kicsit még lehet, hogy kellene, nem tudom, annyira élném, hogy ne kezdenék itt ásni. Mekkora egy olyan ajtó? Mekkora a legnagyobb garázsajtó? Arra vagyok kíváncsi. Kell egy kis kaja is, bazzak. Nem érek rá kukoricát termeszteni, mert már megint mást akarok csinálni. Csinálj, dobjunk föl már egy kis kaját sülni, vagy valami tojásos nokedlét. Egy kis fával. Úgy, azt a füvet is belerakom, azt is gondolom éghet olyan békönös tojás. Úgy, három darab. 30 valány másodperc alatt megvan. És akkor meg is esszük. Jaj, tök jó! Akkor viszont, várjál, meg kéne néznem, az egyéb kraftán van az a garázs ajtón. Igen, ez az egy van. Garage egy darab van, ez az egy. Garage. Van rolling is, garázs ajtó, de durva. Spring mechanic pass, baz, steel garázs ajtó, powered. De jó! De ez nagyon adja! Ötszörhármas! Baze! Ilyen kell! Hülye gyerek! Oh. Jó! Mi kell hozzá? Spring meg izői bárjám a mechanikus! Spring kell hozzá, meg mechanikus, meg elektronos is kell. Azt hiszem van talán elég. Oh. Ez kell. 10 percig kraftolja, more! Mekkora? Ezt csinálom? Azt ugye, azt. 5x3-as, öcsém, de jó! Jaj! Kell először. Bazze, 5x3-as! Minden sörétet vegyünk magunkhoz legalább. Ej, de jó. Jó. Fa? Gyerekek! Azt a betyár! Ne arra úgy, de ezt meg kell próbálni. 200 darab legalább kell ilyen. Homokáire majd berakjuk. Tényleg rá vagyok kattam, ez nagyon kemény. 10 perc. 5x3-as, számoljuk már ki. 1, 2, 3, 1. Júj, na várjál már. Ide pakolom azt, akkor tudom, hogy mi van. 1, 2, 3, 4, 5. 5.
Ekkora lesz a garázs ajtó, mellé még mindenképpen kellene kettő blokknyi. Úgy. Egy. Szélesség. De ez nagyon adja a gyerekek, nagyon, most nagyon rá vagyok függő erre. Hogy rohadt életet te volna meg? Várjál már. Ezt nagyon ki kell találni, nagyon élem, várjál már. Ezt úgy kell megcsinálnunk, gyerekek, hogy teljes szélesség, úgy olyan széles legyen, valahogy megoldjuk, jó, de jó. Mennyire van egyébként? Úristen, úristen, nagyon-nagyon ráfügtem a játékra, teljesen rá vagyok gajdulva. Oké. Ezen a blokkon lesz az ajtó. Mert ez elég veszélyes egyébként itt megépíteni. De azért jó lesz ez, de jó! A kaját nem vettem magamhoz, teljesen be vagyok pistulva most. Úgy. Ezen a soron várja, nem. Nem. Ezt a garázs ajtót, ezt mindenképp meg akarom próbálni, hogy hogy lesz. Hogy lejjes vagyok. Oh. Úristen! És az milyen erős az a garázs ajtó? Lehet, hogy fel lehet upgrade-en, akkor lehet, hogy bírja, mint a szar. Na, hogy van, hol van? 7 perc még, nyerünk, együnk már egyet. Vedd magadhoz már. Gyorsan. 7 perc, addig meg is csinálom az ennyit szerintem. Nem ad rossz folyátlan egyébként, nem mondom nektek. 93, jó, oké. Okay. És meg kell csinálni, 3 magas, ugye a garázs ajtó. Hát, azért nagyon rá vagyok függve. De legalább kettő magas legyen fölötte a födém, abban gondolkodunk. Kettő magas legyen fölötte a födém. A francba már megint miket csinál a keeper. Komolyan, teljesen rá vagyok függő erre. Ugye kialakítom mindenképp a garázs kaput, jaj, de jó lesz a helyét. Na, itt van, itt lesz a födém, második fele. Két vastagságú lesz a födém. Hogyha esetleg be akarnak fúrni, le akarnak fúrni, akármi, azért legyen védelem. Nincs. Tudom, egy kicsit sötét van, bocsász. Engem sem olyan boldog itt, hogy ilyen volt sötét van. Igen. Akar? Nem tudom, nem jönnek zombik. Lehet, hogy betöltött zombikat. A gyerekek, lesz mindjárt léjjebb, meg mindenem, mi? Meg kövel megint. Szerintem lehet, hogy... Esélyesnek tartom, hogy egy ilyen mini ordát rám küldött. Nem tudom, de nagyon akar. Kicsit kiásom, hogy legyen helyem építkezni. Zavar, hogy ennyire zsúfolt. Igen, és egy ilyen nagy plató lesz fölfele. Elég hosszan. Ahol ugye le lehet menni a bázis alá gyakorlatilag. Okay. Ugye reggel lesz, úgyhogy legalább jobban látó. Na. Oké. Okay. És akkor innen fog... Innen fog kezdődni a garázs, kapu. Kettő födém magas. Jó nagy, jó mély garázs lesz. Innen fog kezdődni. Tehát akkor három sor minimum le kell ásnom. Ugye az lesz... Maga a garázs kapu helye.
Legalább két vastagságba, hogy legyen helyem építkezni. Jaj, de jó, az az igazság, hogy soha nem tudom, hogy mibe kapjak bele ebbe a játékba, mert építkezni is rohadtul bírok. Imádom. Rohadt jó építkezés ebbe a játékba. De ízét is nagyon szeretem, a questelést is, és elkezdek valamit, akkor egyből nekiállok olyan szinten, hogy teljesen rá vagyok, meg vagyok boldogulva érte. Komolyan. Most túlzás nélkül mondom, hogy meg vagyok őrülve érte. Én ezt szeretem csinálni. Először a garázskaput akarok megcsinálni, utána majd a rampát megcsináljuk, és akkor itt adja magát, hogy mennyit kell, milyen mélyről mennyi rampát kell majd leraknom. Ó, basz. Figyelj, ezt akkor úgy kell, hogy ugye ötös az garázskapu, akkor... Ötös a garázskapu, de egyébként várja már? Lehet, hogy bejebb fogom vinni. Tudom, mire gondol, vagy mindjárt elmondom, mire gondolok. Lehet, hogy egyre bejebb lesz a garázskapu. Hogy legyen bejebb egy picit. Mindjárt meglátjátok, miről beszélek. Tök jó, mert gyorsan építkezem, már gyorsan ásol, bár ugye a követ az valószínűleg kicsit lassabban fogom ütni, de hát nem baj. Igen, itt a földém lesz, és akkor egyre beljebb legyen a garázskapu helye. 1-2. 1-2, ugye akkor itt lesz... Aha. Aha. De srégizék kellenének. Lesz a kapu. Három blokk mély ugye a kapu. Újra tervezés van mindig. Tökéletes legyen. És ugye 5x3. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Ide lehet, hogy srégblokkokat fogok rakni. De viszont még mélyebbre kellene mennem. Jaj, de jó lesz. Csak itt az oldalát is megcsinálom. Úgy gyerekek, ez van megint milyen vatom hosszú részre, ezt ne haragudjatok érte. Remélem, hogy nem orroltok meg, vagy nem mondjátok, hogy hülye vagy keeper, mi a szarnak csinálsz ilyen hosszú részeket. Várom, bazza, nagyon, most megint nagyon ráfüttem. És ez tényleg, komolyan mondom, teljesen őszintén mondom, hogy teljesen rá tudok függni erre a játéknak. Mármint, hogy ennyire ráörülök. Azaz. Na, valami ilyesmire gondoltam. Ezt a sort ezt leveszem, és akkor rampra átrakjuk. Ugye. Az meg. Várj, akkor ahhoz, hogy rampra átrakjam, ezt ki kell vennem. És akkor ezre be kell raknom egyet. Itt fordítva is ugye, mert különben ugye látszik a ramnak a szélénél, és akkor jöhet a ram. Gyorsan, mert gyorsabban jár az eszem, mint olyan gyorsan tudom csinálni, és ez egy kicsit zavaró tud lenni. Hol van a sima ram? Nem hiszem, mert úgy utálom ezt a sima rampot, nem találom soha. Ez, na, itt van. Ó, ezt nagyon el kell forgatni, várja, össze-vissza. Advanced forgatás. Na, valami ilyesmi. Ez most már babám, nem? És akkor ugye... Ide mögé viszont kell akkor raktam. Egy sort mindenképp. Várja, inkább másoljuk. Látjátok, és akkor így gyakorlatilag egy dupla
fölém szerkezetünk lesz. Még egy izét ki kell ásnom. Így itt már beton van, vagy kő van, vagy rohadjál meg. Nem baj. Hát ez már lassabban megy sajnos. De ugye ide most már be is fog férni a garázskapu. Megcsinálom az alapját. Három, ugye? Három. Igen, mindjárt. Ez a harmadik, ugye? És akkor kell egy negyedik. Ami rá fog rákerülni a garázskapunk. Vigyázzék el, hogy ne nagyon verjék szét addig semmi. Meg kell upgrade-elni, ezt minimum betorra mindent. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire erős ez a garázskapu, és lehet-e még felhúzni, upgrade-elni, vagy bármit. Remélem nem elektromosan működik, ugye nem? Mondjátok, hogy nem, mert akkor megborulok. Marjában? Ide. És akkor ez 1, 2, 3. Ide pont be kell férni a garázskapunak. Na nézzük. Azt a betyár, hallod? Ez nagyon beteg, hallod? Ez nagyon beteg. Jézus, milyen komplexumot építek ide? Mi ez, gyerekek? Mi ez? Ez nagyon durva. Na, hol az a rohadt garázskapu? Most már szerintem elkészült. És hogy nyílik? Nehogy fordítva rakjad le, Keeper. Nehogy elcseszd. Egy ilyen rampa föl, minden tud, nagyon jó lesz. Itt ki tudsz jönni, hogy azért egy kicsit szélesebb, hogy ilyen legyen. Nem, már nagyon megőrülök. Nem ez a szar kell, hanem ez a nagy. És hogy nyílik ez, hogy mit tudom én? Kell neki akkora hely, hogy ki is tudjon nyílni most? Ez ide megy bele, hallod? És ez befele fog nyílni, vagy hogy fog nyílni? Ugye remélem, hogy jól rakom. Ó, felengedte venni, de miért? Why? Hogy a szarba fogom tudni én ide élni? Hogy tudom ezt nyitni, tesó? Ha? Nagyon örülök neki, de ez nem nyitható! Várjál már, bazza! Mi a franc ez? Aha, kell hozzá elektromosság, de nem baj. Kell hozzá elektromosság, de egyáltalán nem baj. Mindenképpen ez érdekel engem. Gondolom, akkor kell hozzá switch is, meg elektromosság, de semmi gond. Mindenképp meg akarom csinálni. Ezt mindenképp meg akarom csinálni. Egy generátort valahogy össze kéne makizni, és kellene hozzá csinálni, vagy meg kellene csinálni. Kíváncsi vagyok, ezt össze kell hoznom, gyerekek, ezt nem bírom ki, hogy ne hozzam össze. Mindjárt kicsit rendet rakunk itt, gyerekek, jó? Bocsász. Ez nagyon érdekel. Bocs, de ez nagyon kell. Nekem ez nagyon kell. Na és akkor itt lesz egy egyenes része, és már kapásból emelkedni is fog egyébként ez a dolog. Itt lesz egy egyenes, és innentől már emelkedni fog, egy ilyen plató lesz. Ugye nem 45 fokba fog, hanem ilyen sokkal inkább, sokkal nagyobba fog emelkedni. Itt megcsinálom ezt a bejárat részét, és mindenképpen ezt ki kell alakítanom, gyerekek. Nem tudom, nekiálljak-e már, egy kicsit ugye be kellene ásni ahhoz, hogy ki tudjam alakítani a generátort és a kapcsolót meg mindent. De feltétlenül ez nekem nagyon kell, gyerekek. Ez nekem nagyon kell. Úgyhogy ezt meg fogjuk valósítani. Picit itt még egy kicsit a bejárat környéket kívül megcsinálom, jó? Ha már egyszer itt elkezdtük. És mivel először mindenképp a lejtést kell megcsinálnom, ezért addig a falát, az oldalsó falát nem nagyon fogom. Mindjárt megfogjuk. Egyébként mindjárt elkezdem, meglátjátok, hogy miről beszélek. Azt már hadd csináljam meg, jó?
Hadd csináljam meg, hadd csináljam meg, bocs, tényleg, hogy ennyi ideig tart ez az egész rész. Lima, azért nagyon szeretek craftolgatni. Na, így néz ki. Ezt a bejárat, ugye, új de lampa, meg mitől fákja, jaj, de jó. És akkor innentől elkezd fölfele lejtősödni. És ezt lehet, hogy úgy kellene megcsinálnom, hogy kirakni olyan dolgokat, amiket most nem használok. És ezt külön válogatni. És csinálni nekem ramp. A rampnál van? Van elvileg olyan rampunk, amelyik nem cube fél ramp, nem ez kell. Nekem olyan kellene, hogy azt hol találom meg. Most gyorsan meg kell nézni, hogy hol találom meg. Ilyen csonka 25, hány fok, nem 45 fokos, hanem 22 és fél, vagy hány fokosok azok. Nem az ma 45, akkor nem 90. Mindjárt meglátjátok, miről beszélek, meg akik játszanak vele, azok biztos vágják is, hogy miről beszélek. Erre gondoltam-e. Csinálni egy ilyet. 60 fokos, aha. Vedge, nézzük. Igen, és ugye kell nekünk egy vedge ilyen. Kell egy ilyen, meg kell egy ilyen. És akkor úgy jön ki, oké. Rendben, azt kiválasztottuk. Másikból kellene ugyanúgy egy vedge ilyen. És akkor elvileg ebből már összetudom makizni. Ugye megcsinálom neki egy helyet. És legalább kettőt, és akkor meglátjátok, hogy miről beszél a keeper, jó? Azt lebontjuk. És akkor ide tudok már egy ilyen élt rakni elvileg. És a következő sorban ugye megemelve egy másik fajta élt. És akkor így tovább, és akkor 60 fokos lejtésünk lesz. Ami simán autóval, motorra szépen. Még a 45 fokosan is föl lehetne kapatni, de az olyan csúfos lenne, úgyhogy mindjárt meglátjátok, hogy mire gondolok. A széleit, meg ugye le kell sima blokkkal rakni. Na, figyeljetek. Akkor ide, ugye rakunk ilyet végig. Tessék. Vágod? És akkor ugye elmegé, meg kell raknod a következőt. Mindjárt meglátod. És akkor Franco, 60 fokos lejtésed lesz. És ez egy ilyen, ez epic jó kis kocsi bejáró lesz. Gorage, ki fogjuk írni fölé? Gorage, a. Pont 6 betűre rüljön le. Na elvileg. Oda né, látod? Most már vágod? Vágod csótány, hogy hogy lesz. Hoppá, oda nem kell, de jó helyre raktam itt. Ugye milyen jó? És a következő az meg már alsós. Szóval itt meg már sokkal könnyebben fogunk boldogulni. Menj odébb! Mindjárt ki is alakítom. Hát akkor már nem bírom ki, báze! Ha új rész kellene kezdeni, de ha új rész kezdek, akkor megint ma, 2 órás lesz, érted? Fia, ott az, izé, az ilyen drón. Mi lenne odébb benni, te só? Menj odébb már. Na. Oké. Ó, de jó, habos sütemény. Nem baj, hogy tönkre mennek azok ki, nem szarja le. Azt ki kell ásni. Jaj, nem bírom ki, hogy ne csinálja. Legalább, hogy néz ki ez az egész, ezt meg akarom tapasztalni. Hát mondjuk rengeteget kell majd fúrnom ugye benne a ezért beton vagy a kőzetbe sajnos, de hát az ilyen a box, gyerekek. Mindjárt vagyunk, ez... Nem, elfogyott pont a
Mi a szar? Hogy a szarba fogyott el? Várjál! Le tudom kopizni, ne szórakozzál. Oké, ezt meg lekopizzuk. Ide. És már is tovább mehet. Jaj, de jó. Ez itt a... Itt ilyen kiégett föld van már, és annak... Egy robbantott föld, és annak ugye kőzet teje, de... Meg ugye ide omlott le ez a szar is. Ilyen csinálják neki helyet. Nem bír magával a Keeper, nem bír egyáltalán, hallod? Neki mindenképpen ezt most annyira fontos csinálni, hogy nem bírja ki. Hát, ilyen a box. Tesó. Mondjuk ez is elég meredek, de azért annyira nem, nem? Elviselhető. Jó sok blokk kell hozzá, de majd upgrade-elésnél viszont rengeteg ezért fogunk kapni. XP-t. Mire fel-upgrade-eli ezt az ember, legalább betonra, a minimum beton ugye természetesen. Lehet, hogy ezt a kis kuckót el kell majd tüntetnem onnan. De de sukár lett ez az dolog. Nagyon sukár, nagyon sukár. Ezt utálom egyébként, ezért lenne jó, már augerem lenne, és nem kell folyamatosan váltogatnom a kettő között. Azért el kéne érni már azt a felső szintet, nem bírom ki, hogy ne. Ezt még le kell csapni. Lassan megérkezek ám már, magasságügyileg. Ezt a két oldalát megcsinálod, kitöltöd a két felét. Aztán megint vagyunk gyerekek. Ez tök frankó lett az út. Nem gondoltam, hogy ilyen... olyan monumentális, rohadt nagy épületeket csinálok, hogy... Ez beteg, beteg jól néz ki. Még van valahol? Ezt még leütjük. Ja, hát a szélét majd le kell betonozni, hogy jól nézzen ki az egész. Hát igen. Hát igen. Lassan elérem a talajszintet. Lassan el is fogy a blokkom. Úgyhogy lehet, hogy kellene ezt csinálni. Ó, Mária! Én is jelenem legalább egy 100 darabot, mert az még kevés is lesz, nagyon kevés. Oké, okay, jöhet a következő sor, azt hiszem, hogy ez meg pont ilyen. Oké, okay, meg pont ilyen. És szerintem a utolsó sornál vagyunk ám, srácok. A következő talán az utolsó is. És megcsináljuk a szélét, és búúúú, és akkor csodálatos beton jó lesz. Beton jó! Ja, majd normál blokkkal körbe kell pakolni, hogy frankon nézzen ki, meg fölhajtó, lehajtó, minden frankó legyen. Szerintem elértük, nem? Elértük a szintet? Elértük a szintet, ugye? Szerintem tök jó, elértük? Elértük. Jó, ide csinálunk egy ekkora fölhajtót. Ezt itt kiüti a Keeper. Aszfaltozni kellene egyébként, ez úgy néz neki jól, nem? Ez jól néz neki aszfalton. Aszfalt, aszfaltból. Na várjál, már itt akkor már egyenesbe kéne hozni, nem? Valahogy kinézzünk. A dróntól néha úgy beszarok. Ja, hogy... Valahogy kinézzen, akkor itt ezt egyenesbe hozom, meg az oldalát is. Itt van, meddig lett kirobbantva, itt valameddig. Jó, szuper. Ugye lepakolom, jó? Meg, fú, ezt már nem bírom ki, hogy ne csináljam meg.
Pedig aztán az megint ilyen epic hosszú rész lett szerintem, nem is tudom milyen hosszú rész, mert szerintem nem is nézem az időt sokszor, hanem ameddig megy, addig megy, aztán jó világ. Gyerekek, garázs csinál a hülye Keeper baze. De nem kicsit, hanem egy ilyen rendes mély garást. Jó. Ja, hát ezt itt össze kellene kötni azért. Ugye? Ezt nem ártana. Persze meg kell csinálni mindenképp az oldalát. Kinézem valahogy. Majd sőt, még ott azt is ki kell ütni. Nehogy ám találd. Mennyi nem drón, bazár? Nem tud tőle dolgozni. Mennyi nem, légy szíves, tesó! Szedném föl azt, akkor nem kéne rénom miatt, ami. Jó mondjátok, vagy jó gondoljátok. Itt is be kell még csinálni ezeket a lukakat, mert nagyon csúnya lenne már. Itt is, nehogy. Ezeket így muszáj. Építkezési. Ugye meg fogjátok ám látni, hogyha készül, csak most így pörgünk, mint a trágyaszóra. Ezt kiütjük. Azt kiütjük. És itt is gyorsan ásunk. Ásik a Keeper. Szerintem jó kis leszünk, kézzel alapanyagilag. De jó, hogy kijött. Rakjunk akkor alulra is, hogy ne legyen levegő. Ide meg ezt kiütjük. Oh, rossz, durva ránézni, nem? Durva ránézni. Felike megmondaná, elrúgtam a pöttyöst. Azt szokta ilyenkor mondani. Majd hány blokk szélesség van itt? Rondva? Négy, ugye? Négy blokk szélesség? Hát nem négy blokk, hanem... Egy, kettő, három, négy, de négy blokknyi. Nem vagyok boldog tőle. Ezt nem tudom, ezt nem tudom kitölteni semmivel, nem? Kizárólag ilyennel tudnám. Ha lebetonoznám ezt az egész placot. De hát a franc tudja. Hú, ez egyébként jó. Jól néz ki. Tetszik, nézzem már meg. Nem? Kocsival, motorral itt több frankon le lehetne beretni. Igen. Gondolkozok, hogy ezt nem tudom, hogy ezt hogy tudnám megoldani, hogy ne legyen ilyen csúfos. Kár volt kirobbantani, ugye? Ez volt a hülyeség. Hát itt lehet, hogy akkor megcsinálok egy ekkora placot. Ide mit tudom, hogy motorra kocsival le lehet állni. Ilyen parkoló két oldalt, nem? Csak az a baj, hogy szimmetrikusra kellene akkor ma. Igen. Az ez nagyon kemény, hallod? Csak az a baj, attól félek, hogy a zombik majd ide lefutnak, azt ezt az ajtót fogják ütni. Amikor zombi horda van. Lehet, hogy fogok csinálni ide egy ilyen féltetőt, vagy valamit, ami ezt meggátolja, de még nem biztos. Nem tudom, majd megírjátok, gyerekek, de már nem húzom tovább az időt, így is baromi hosszú lett. És egyébként brutálisan jól néz ki szerintem ez a cucc. Hát itt simán lemegyek autóval, motorral, kihajtok. Nyomok egy izét. Egy Mad Max-et, aztán már veretem is neki, mint az őrültek gyerekek. És ugye végig ott ilyen hosszú folyosóban a hegygyomrába lesz. Frankó, tetszik. Ez nem tetszik, hogy ezt... Régebben lehetett olyat, hogy ilyen blokkot csinálni, azt
az jó lenne, hogy segítenétek, hogy nem tudok ilyen blokkot csinálni. Azt hiszem, hogy valami dörtöd, vagy valamit tudok, dört blokkot, de ez lehet, hogy nem ugyanaz. Várjál már. Ki kell, meg kell nézni. Meg kell nézni. Dört. Dört. És ez milyen csúfságban, de... És ebből valami, mert csináljunk a tüzet, ezt mindjárt megnézem, mi ez. Ott tetted. És akkor ez mi? Ez jó. Ez jó. Ez jó, baszik, ez jó. Ez jó, gyerekek, ez jó. És azt nézem, hogy ez mi? Ez mindig olyanra csinálja, amilyen éppen a talajnak kell lennie ott. Nem, ez sima kosz. Ez ilyen, szó szerint ilyen kosz. De hát ez tök jó. Ó, akkor jó. És ugye ilyen lapokat kell csinálnom, arra beszélt már. Ó, te fiú, hát ezt nem akartam. Ja, itt itt meg tudnék csinálni ugye, hogy lelapolom. Aztán akkor ideje lesz egyenes, visszaszeded, és akkor tök egyenes. Ja, a szélét majd. Tök jó! Jó! Ezt kitaláltuk. Nem, miért nem lett egyenes? Egyenes lett? Egyenes lett? Ja, ilyen lapokat kell majd ráraknom, ne felejtsük el. Ne, ez a dört, ez jó. Azt nem tudtam, hogy ez ilyen frankó van. Ó, gyerekek, király! Akkor van ilyen kosz. Ilyen kosz tudunk csinálni. Hát clay-ből. Aztán jó világ. Tehát nekem az a lényeg, hogy töltsek ki ezt, ne legyen ilyen csufos. Akkor nem kell ide végig betonoznom az egészet. Hát ez nagyon jó. Hát ez nagyon jó, gyerekek. Ja, itt is majd, mit tudom én, hogyha ide pakolok, akkor lejjebb megy. Aha. Meg ugye lelapozom, van ilyen izé, van ilyen lap. Direkt ilyen... Mindjárt, lehet, hogy ezt meg is kell csinálnom. Nem bírom ki, hogy ne csináljam, bocsánat. Az... Ó, hogy rohagy meg. Mindjárt, várja, várja, ma. Mennyi dörtöt csináltam? Van még? Szerintem még kell egy 20 darab. Igen. Mindjárt pillanat, gyerekek, bocsánat. Ezt már befejezem, nem bírom ki, hogy ne fejezem, de biztos rohadtul utáltok. Ezt mondom egész végig mi. Ezt igaz meg lehet, hogy tök jó tetszik nektek, hogy ilyen rohadt hosszú gameplay-eket csinálok. Na várj, azt akartam ugye, hogy ezt itt végig pakolom ilyen blokkal, és akkor ez lesimítja. És akkor meg fogjátok látni, hogy még miben gondolkodok. Itt nem is kellene, mert itt szerintem sima. Hát itt, ahol felpakolod ezt a börtöt, itt ilyen puposra csinálja. Ne fogod. Ez elég csufos. Igen. És most jön a következő dolog, ami na, tetszeni fog szerintem. Minek neveljük? Mi a szar? Jó, te! Szentered. Nem ilyen izé, azt hittem, hogy ilyen lap. Van egy olyan, hogy sa. Nem tudom, hogy akkor tévedtem. Azt hittem, hogy ez... De van ilyen, direkt ilyen lap. Azt minek nevezik basszos? Van ilyen nagyon vékony lap. Ez plate, de ez nem az. Hanem... Van olyan, amelyik ilyen tényleg ilyen kétdimenziósnak nevez. Sheet, ez az. Ez az, erről beszéltetek, sheet. Na várjál, és akkor ezt el kell forgatnom így.
Ó, most ott volt vele. Még egyszer átpörgetem, megőrülök. Na. És akkor elvileg, azt tudom így rakni. Érdekes. Lehet, hogyha pakolnék oda mellé blokkot, akkor lehet, hogy jó lenne. Így. Hát ezt majd kiegyenlítem, szerintem ott a talaj nem egyenes, vagy valami ilyesmi. Ó, de jó! És ezt megint betonik fölrántani, ugye? Na, ez így jobban néz ki. De várjál! Itt ezt. Na. De rakok, és akkor lenyomja a talajt, és utána föl tudod venni. Akkor nem is kellett volna előre lepakolnom. Hanem elég lett volna ezzel, ugye? Tudod, milyen jól néz ki? Oda nézzi, tesó! Hogy tud örülni a Keeper ilyeneknek, nem? És akkor nincs az a lyuk mellette. Itt is majd kiegyenlítem mindjárt. Ez csak azért van, hogy szebben fel tudja kapatni. Azt a betyár, de jól néz ki. Azt a betyár, de jól néz ki, gyerekek. Ez több, mint jól néz ki. Ez nagyon, nagyon epic jó lett. Imádom. Nincs a fákjám. Egy kettő fákját hadd dobjak már le. De jó. Szomjasak vagyunk, bazzek. Keeper semmivel nem foglalkozik, teljesen rá van így zúgva a dolgokra. Azt hiszem, a fákja az itt volt. Egy arra van, jól lett élet. Nem baj. Csak hogy legyen egy kis fény ott. Nagyon jó. Azt a betyár oda néző, hallod? De bejön az összes zombi, azt majd ide ütik a garázs ajtómat. Hát, ez nagyon kell. Na várjál, felveszem inkább, azt írja. Mert két oldalon lesz, jó? Igen, így fákja. És akkor itt szépen motorra, kocsival le tudok menni. A tiszta izai, tiszta szuperbunker ez. Nagyon szuperbunker. Egyébként azt meg tudnám csinálni, hogy ez itt lenne rács, középen mondjuk egy, és akkor akik lenn vannak zombik, ott le tudok nézni, és azokat le tudom lőni. Sőt, ugye? Vagyis... Igen. Lehetne valami hasonló megoldást csinálnom. De Franco. Ez nagyon tetszik. És teljesen be kell vezetnem. Azért, hogy akkor ott tudjak kiszállni egyből. Kiszállok a kocsiból, följövök. Aztán nem is kell ide begyalogolnom, hanem autóval. Autóval csak annyi, hogy itt följárok. Betenem az összes ajtót. Máze! Majd autóval bejárok, ide alánk, itt lesznek a kocsi, meg a motorok. És akkor itt följövök a lépcsőn, és akkor ha... Még garázsdik. Ha-ha-ha! Nagyon tetszik, nem tudom, ilyenkor az a baj, hogy annyira rá vagyok függve, vagy... Nézegetem, érted? Nézegeti a Keeper, hogy mit művelt már meg én ide, mit sikerült összehozni. Nagyon jó. Na jó van, gyerekek, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek. Csácsúbi csőtészt, figyelj, fölmegyek én neked a tejére, aztán innen ki ránézek. Érdekes, milyen jó idő van most itt is. Hogy tudok én ugrálni valahol? Azt a betyár, úristeneteket. Ez a Keeper, ez egy állat. Na, csácsúbi, jók legyetek, sziasztok!